Sziasztok! Folytatom youtuberek kedvencei sorozatomat, a mai áldozatom Rozi lesz, aki Marisnak a Yorkshire terrierje, nagyon-nagyon cuki kutyus, és egy képkeretet fogok készíteni az ő mintájával. Maris csatornáját nézzétek meg, ha még nem láttátok, az infoboxba beteszem a linket, nagyon vicces videókat csinál, úgyhogy érdemes ellátogatni hozzá. Nyereményjáték is lesz a mai videóban, ahogy azt már megszokhattátok sorozatom korábbi részeiben. Ugyanazt kell tenni, mint eddig, iratkozzatok fel a csatornámra és kommenteljetek a videó alá. Megírhatjátok azt is, hogy melyik volt az eddigi kedvencetek a sorozatból, vagy azt is, hogy még kit vegyek bele a sorozatba. Ugye készítettem már korábban pamkutya inspirált a párnát, őt már kisorsoltam, szóval ő érte már nem játszhattok, de viszont még puding cica rajzért játszhattok, puding cica inspirált a táskát csináltam, illetve egy susukutya által inspirált tányiralátkéthet készítettem, amit már el is küldtem Benni Povának, és nagyon örült neki, de rajzért játszhattok. Mindig a következő videóban lehet az előző rajzért játszani, ezért most szerintem már tudjátok, hogy a Joey kutyás rajzért, illetve most ebben a részben arra gondoltam, hogy megvariálom egy kicsit, és a pólót fogom kisorsolni, szóval ezért játszhattok. Iratkozzatok fel a csatornámra, kommenteljetek, tudjátok, és akkor megnyerhetitek a Joey kutya inspirálta pólót. A mai alkotó folyamatot is pontosan ugyanúgy fogom kezdeni, ahogy eddig. Fogom a kis noteszomat, kis rajzfüzetemet, és ebbe készítek egy vázlatot Roziról. Ceruzával először, aztán pedig fekete és fehér filccel, és amikor elkészültem, akkor jön a vaktosás, színes papírokkal fogom kialakítani a kis Rozi alakját. Készültem a rajzzal, ilyen lett a kis cuki Rozi rajzom, és már előkészítettem a képkeretet, amit a Kikában vásároltam, erre fogom ráaplikálni majd Rozi formáját. A forma kialakításához nem csak egyszerű színes papírokat, hanem ilyen kis apró mintás színes papírokat fogok használni, mindenféle színben ide készítettem, hogy majd az alkotó folyamat során tudjak válogatni. Ti is minél többet készítsetek elő, ha szeretnétek ezt az egész folyamatot leutánozni, és élvezzétek a folyamatot. Bele is vágok, ollóra lesz szükségem, papírragasztóra, én most az egyszerűség kedvéért ragasztópisztolyt használok, és egy parafa alátétre, mert ezt fogja merevíteni. A parafa alátét helyett kartont is használhattok nyugodtan, ebből az egész nagy formát kell kivágni, hogy a papírokat erre majd könnyedén ráragaszthassátok.
tetszett videóm, ha igen, akkor feltétlen jelezzétek nekem egy lájkkal, és vegyetek részt a nyereményjátékon, nyerjétek meg ezt a kis rozi rajzot, vagy pedig a képkeretet, majd a következő részből kiteríthetitek. Ha van házi kedvencetek, akkor javaslom megnézésre egyik korábbi videómat, amiben jutalomfalatot készítek a kutyusotoknak, házilag ti is elkészíthetitek, nagyon könnyen beszerezhető hozzávalókból, nézzétek meg ezt a korábbi videómat. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!